Közel két hét szünet után játszik ismét bajnoki meccset a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, ugyanis az előző fordulóban elmaradt a Vasas Akadémia elleni találkozó. A két veretlen együttes csatája azért csúszott később időpontra, mert a fővárosiaknál többen is pozitív tesztet produkáltak, ezért a felnőtt csapat karanténba került, a cápák pedig elfogadták a Vasas halasztási kérelmét. Így az elmúlt napokban csak edzéseken csiszolhatták formájukat a nyíregyházi játékosok. Nekünk is azért zaklatott volt ez a két hét, ilyenkor azért megvannak a szokásos betegségek, ilyenkor október-november tájéken, azért nem minden a koronavírus, tehát azért vannak másfajta betegségek is, ezeken azért kisebb-nagyobb számmal leátesett a csapat, illetve hát vannak sérültjeink, van ugye egy fix sérültünk, a Cinger Zoli, illetve többen is kisebb sérülése bajlottak, arra talán jó volt, hogy egy kicsit rendbe jöjjünk, de azért így se teljes kerettel fogunk kiállni a következő mérkőzésre. A vasárnapi mérkőzés rangadónak számít, mivel a BKG prímaese az első fordulóban elszenvedett vereséget követően 7 meccset nyert Zsinórban. Ráadásul a szerzett pontokat tekintve a Szigetszentmiklósiak számítanak a legjobbnak a teljes mezőnyben. A cápák célja természetesen a hibátlan mérleg megőrzése. Biztos nem lesz könnyű, minden évben nehéz a BKG ellen játszani, egyébként akárhol, akármilyen kerettel vannak. Kellemetlen stílusú játékot játszanak két irányítóval gyakorlatilag, akik még sokszor 8-9 méterről is távoli dobásokra vállalkoznak jó százalékkal. Ez egy nagyon kellemetlen, jó védekező csapat. Szoros mérkőzéseket szoktunk velük játszani, de nem lehet más a cél, mint a győzelem, és szerintem alapvetően jobbak is vagyunk, ezt meg kell mutatni vasárnap. Nekik van egy speciális támadásuk, amire máshogy is kell reagálni védekezésbe, tehát kulcs lehet a védekezés, ezt mondom. Viszont nem biztos, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy minden mérkőzésen rádobnak gyakorlatilag 40 darab 3 pontost. Ezt rá fogják most is, kulcs lesz a százalék, illetve az, hogy tényleg őket nem túldobni kell, hanem azért védekezésben egy kicsit megfogni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks BKG prímaese mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.